Alig, hogy befejeződött az őszi szabadtéri szezon, a kispályás csapatok közül 33 már is ismerkedhetett az új helyszínnek számító nyírpazonyi sportcsarnokkal, az adott ugyanis otthont a téli terembajnokság mérkőzéseinek. A csapatok 4 hónapon keresztül küzdöttek azért, hogy közülük 6 ott lehessen a sorozatot lezáró szuperdöntőben. Kitűnő mérkőzéseket játszunk végig a bajnokság folyamán. Az elmúlt 20 évben ilyen fantasztikus sorozatot még nem tapasztaltam, hiszen utolsó pillanatig kiélezett volt a küzdelem. Az A csoportban csak az utolsó napon, az utolsó éjszaka dőlt el, hogy pontosan a Marso Kft. Második helyen jutott tovább, de a B és a C csoportban is az utolsó napokig 3-4 csapat nyújtotta be vágyát arra, hogy esetleg bejusson akár bajnokként vagy második helyen a szuperkupa döntőbe. Nagyon kitűnő szuperbajnokságot tudunk most már magunk mögött, hiszen a szuperkupa az csak egy ajándék, az a korona feltétel a csapatok részére. A szuperdöntőbe korábbi győztesek mellett új kihívók is bejutottak. Nagyon sok meglepetés csapat is van, hiszen a Messer United például bajnokként nagy elődöket hagyott maguk mögött, hiszen a Rájábís csapatát is le tudták győzni, és bajnokként jutottak be, de a Tompa-Bánházi F csoportos csapata is bejutott a döntőbe, és ezek óriási meglepetések. A Vörösi Ördögök viszont hosszú évek óta résztvevője ennek a terembajnokságnak, nem soha nem sikerült még nekik a döntőig eljutni, most viszont itt vannak ők is a döntőbe, egy fantasztikus produkciót tudnak maguk mögött. Hát itt van a 3-szoros szuperkupa győztes, a pikolós öröző, a tavalyi győztes a Headband KFC, egy korábbi győztes a Marso Kft. Tehát én azt hiszem, hogy igazi krémje itt van a Városi Kispályás Bajnokságnak. A szuperdöntőt végül a pikolós öröző csapata nyerte, miután a fináléban 2-1-re legyőzte a Marso Kft. Együttesét. 3. helyen a Headband Kft., 4. a Tompa-Bánházi autószervisz csapata végzett. Az 5. helyet a Vörösi Ördögök szerezték meg a Messer United előtt. A csapatok legközelebb már a Városi Stadion kispályáin találkoznak egymással. Éppen az elmúlt héten kaptam azokat a híreket, hogy a stadioni beruházás miatt nagyon sok változás várható majd a kispályás bajnokságban, hiszen most változatosság kedvéért elveszik tőlünk a DEF pályát, hiszen ott fognak zajlani a munkálatok, a vízvezetékek kialakítása vagy egyéb munkálatok, elektromos vezetékek elhelyezése, és ezért lehet, hogy visszakapjuk most a ABC pályát időlegesen, de mellette a kisműfőes pályán is fogunk tudni játszani, és a hét minden napján kell játszanunk, hétfőket, szerdő, csütörtök, péntek, ahhoz, hogy be tudjuk fejezni időbe a bajnokságot, az is benne van a lehetőségek között, hogy talán nem csak 5:30, 6:30, 7:30, 8:00, hanem 8:30-kor is mérkőzéseket kell ezt játszanunk, mert elképzelhető, hogy később viszont nem lesz áramunk, hogy éppen vízünk a pályákon. Le fogjuk tudni így is a bajnokságot, mint ahogy az elmúlt idényt is megoldottuk. Amennyiben az időjárás engedi, március közepén rajtol majd a Nyíregyházi Városi Kispályás Bajnokság tavaszi szezonja.